Üdvözlet mindenkinek az infobubble.hu weboldalon, és 2022. november 10 i ez a cikk, ami arra indított, hogy egy kis kutatást bemutassak mindenkinek egy rövid matematika óra keretein belül, hogy hogyan is alakul a magyar nyugdíjrendszer, illetve az egész költségvetése Magyarországnak, hogy mennyire kétségbejtő helyzetben van, illetve hát lehet. Tudom, hogy ez erről már volt szó, és ezzel foglalkoztunk már korábban, de szerintem ez egy olyan dolog, ami egyértelműen demonstrálja mindenki számára azt, hogy nem úgy működik a gazdaság, ahogyan azt a legtöbb ember képzeli. Vagy kérjek meg mindenkit ezen a ponton, hogy támogassa munkánkat, amennyiben hasznosnak találjátok és értékesnek, illetve osszátok meg a videóinkat, lájkoljátok azt a közösségi oldalon, és ez nagy segítség számunkra. Köszönöm szépen azoknak, akik megtették ezt. De nézzük, hogy miről is van szó a és statisztikai hivatal weboldalán mindenféle statisztikákat talál az, akit ez érdekel. Én javaslom mindenkinek, mert nagyszerű dolgokat lehet találni, akár mi is az embernek az érdeklődési köre, vagy bármire kíváncsi, itt szinte minden adatot megtalál, ha megfelelően keres. Most ez egyszerű volt, amit én akartam. Mennyi ember dolgozik, ennyi nyugdíjas van, és mekkora az ország lakossága? Az ország lakossága 9,7 millió fő. 2,9% a természetes fogyás, mínusz ez az azt jelenti, ahogy én értelmezem, hogy ezer főre 2,3-mal csökken a lakosság éves szinten. 74 a születéskor várható átlagos élettartam, 141,1% az öregedési index. Ez az öregedési index, ahogyan ők elmagyarázzák, a 65 éves és annál idősebb népesség a 14 éves és annál fiatalabb gyermek népesség százalékában. Amennyiben nagyobb ez a szám, mint száz, akkor az időskorú népesség száma meghaladja a gyerekkorú népesség számát, és ez 141 százalék, azaz öregszik el a lakosság, látásul. ez elég katasztrofális. Ezek a számok is jeleznék mindenki számára, hogy mekkora baj van a népesség körül, és nem úgy van az, ahogyan azt tanítják, illetve riogatnak mindenkit az iskolában, hogy túl népesedünk, azt le fogunk esni a gömbről, annyian leszünk. Na most, hogy tudjuk, hogy 9,7 millió fő a lakosság, 4,7 millió fő az, aki ebből foglalkoztatott. Magyarán valamilyen munkahelyjel rendelkezik. 9,7-ből 4,7, 5 millió marad, és 2,4 millió a nyugdíjas, illetve valamilyen ellátásban részesülőknek a száma 2022-ben. 4,7 dolgozik, 2,4 nyugdíjas, marad durván 2,6 millió, aki nem nyugdíjas és nem dolgozik. Ezeknek egy része természetesen gyermekkorú, azért nem dolgozik, iskolába jár, vagy felsőoktatásban vesz részt, vagy munkanélküle egyszerűen. Ismétlés lesz ez mindössze, de gondolom emlékszik a többség arra, amennyiben egy országban nincs ipar vagy mezőgazdaság jelentős mértékben, akkor az az ország nem teremt értéket, nem tud előállítani érték. Most Magyarországon nem sok van iparból mezőgazdaság meg olyan, amilyen. A kérdés az, hogy honnan lesz, vagy van annyi pénz, hogy az a 4,7 millió ember az el tud tartani 2,5 millió nyugdíjast, meg másik 2,5 milliót, aki nem dolgozik. Minden embernek annyi értéket kellene előállítania, elméletben legalábbis, magát és még egy másik embert abból el tudjon tartani éveken keresztül, vagy legalábbis egy időperióduson belül, amennyit vizsgálunk. Vegyük ehhez hozzá, hogy Öregszik a lakosság, és így is magasabb az időseknek a száma, mint a fiataloké. És gondolhatjuk azt, hogy ez természetes, vagy ez így normális, de ez nem így volt mindig, nem lehetett így mindig. Ha így lett volna, akkor kihat volna a világ. Azt értse meg mindenki. Hogy nem lehet egy olyan társadalom, nem létezhet hosszú távon, ahol az időseknek a száma meghaladja a fiatalokét. Mert az azt jelenti, hogy nem születik elég gyerek. 2,1 gyerek kell minden nőre ahhoz, hogy egy ország vagy egy populáció fennmaradjon, stagnáljon létszámot tekintve. Ha ez nincs meg, akkor az azt jelenti, hogy az kihal az a közösség. Magyarország kihalóban van. Szóval ébredjen fel mindenki az álomból, és értse meg azt, hogy mindig hazudnak nekünk. Nem tud 4,7 millió fő eltartani 10 millió főt értékteremtés nélkül. Mindegy, hogy mennyit akar a nyugdíjas, hogy 383 ezret akar, vagy csak 110 ezret, az a pénz már rég nem létezik, amit ő befizetett. Lehet, hogy most a történelemben vissza kell ugranunk néhány évet, de Érdemes szerintem, mert akkor talán világosabban fog látszani mindenki számára, hogy hova tűntek ezek a társadalmi biztosítás összegek, illetve miért is van annyira eladósodva minden ország. Bizonyosan emlékszik mindenki arra, hogy 2008-ban egy kisebb gazdasági világválság történt, mikor Lehman Brothers összeomlott, az amerikai bank csődjéhez kötődik ez a globális pénzügyi válság és azután kibontakozó gazdasági krízis. Ugyanaz történt mellesleg akkor, mint ami most. Költötték az emberek a pénzt, mint hogyha nem lenne holnap, aztán egyszer csak és egyik a másik után összedőlt. Ez a válság végig söpört, utána az egész világon olyannyira, hogy Görögország 300 milliárd euró értékben kapott három darab mentőhitelt, Ciprus szintén, Magyarország, Románia, de majd, nem minden ország, Portugália, Spanyolország kapcsolódott a hitelprogramba. A legbizarabb dolog ebben az egészben az volt, hogy a bankok, melyek okozták ezt az egész krízist, kapták a legtöbb támogatást ezután, és a Citigroup, a 25 25 milliárd dollár, JP Morgan 25 milliárd, Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs, stb. Ez Magyarországon is így volt. Nagy-Britanniában például 500 milliárd dollárt költöttek a bankoknak a megmentésére. Úgy, hogy ezek voltak azok, akik okozták az első sorban ezt a válságot. Azáltal, hogy mindenféle hiteleket kiadtak olyan embereknek és olyan cégeknek, aki kétes volt alapból, hogy vissza tudják-e fizetni egyáltalán azt. Ki lehet adni a hitelt, csak utána vissza kell azt valahogy kapni. És a pénzt előre odaadják, hogy felépítse azt a házat, vagy azt az akármit megvásárolja, stb. De hogyha az nem sikerül, a visszafizetése nem sikerül, úgy értem, ha 30 évre fölvesz valaki egy hitelt, mi a garancia arra, hogy vissza fogja tudni fizetni semmi? És hogyha meg sem vizsgálom, mint ahogyan az volt 2008 előtt, hogy az az ember alkalmas-e egyáltalán arra, hogy visszaadja, akkor nincs is, mint csodálkozni. Fűfa, kapott akkor hitelt felújításra, akármire lakásvásárlásra, úgyhogy nem is igazán ellenőrizték. És persze, hogyha ez világviszonylatban zajlik, akkor azok az összegek, amikor megáll a visszafizetés, azt a csomagot összerakják, ezeket a hiteleket, amelyek ilyen gagyik, hogy nem tudják visszafizetni az emberek, összeraknak belőle százat, ezret, eladják egy másik banknak, hogy kínlódjon vele ő. Aztán ő megveszi egy csomó ilyen százezer csomagot összerak, egy nagy csomagban van tízezer, és azt tovább, hogy egy másik banknak. Senki nem kap bevételt, csak egymástól. Olyan, mint egy hatalmas piramis játék, azt hiszem, hogy így hívják Magyarországon. Ez az emelem, hogy ne, nem létezik a pénz, hiszen az elején se volt, mert a banknak nincs pénze, honnan lenne? Csak előállítja azt a semmiből és azt aztán kiosztja az embereknek, azok nem fizetik vissza, így az egész a semmire épül, érthető? A világ gazdaság így van, 600 milliárd euró értékben Írországban, ami a GDP 3 és félszerese volt. Hogy, hogy lehet a GDP 3 és félszerese erejéig mentőcsomagot összeállítani? Teljesen abszurd az egész dolog. Az Íri Egybank becsése szerint az akció összességében 85 milliárd eurót jelentett, amely teljes egészében a költségvetés terhelte. Teljes egészében a költségvetés terhelte. 500 milliárd euró volt, Németországban ugyanez. 360 milliárd euró, Franciaországban, Hollandiában 200 millió euróba került. 2008. novemberében, 7-én, majdnem 14 évvel ezelőtt, illetve hát, ja, több mint 14 évvel ezelőtt. Bajnai azt mondja, hogy bármilyen stabil az OTP, állami támogatás nélkül versenyhátrányba kerülhetne. Hogy lehetséges, hogy ez a rabló banda, ami az OTP, állami támogatásra szorul, mikor mindenkit lehúz, ahol csak tud? Mindenkit megvámol, meg sarcol, meg Désmája mindenkinek a pénzét, és még ők állami támogatásra szorulnak. Hát akkor milyen fajta üzletmodell az, amelyik ekkora pénzekkel dolgozik, és még mindig rászorul az állami támogatásra. Az inforádióban azt nyilatkozta bajnai, hogy az IMF csomag részeként 600 milliárd forintos bankmentő csomagot készített el több szakértő szerint a csomagot a legnagyobb magyar bankra szopták, ami az OTP gyakorlatilag még adtak a zsebébe plusz extra pénzt Csányinak, vagy nem tudom, hogy ki ott az, aki ezeket az összegeket, de még amellett, amit elrabol mindenkitől, évközben még mindig adtak neki 600 milliárdot a semmiből. A, a semmiből, hiszekünk nekünk sincs, senkinek se volt soha 600 milliárdja Magyarországon. Alig, hogy szerintem a termelésből elvánszorognánk egyik évről a másikra. Mint valami koldus, nem, hogy 600 milliárdot tudjunk adni a bankoknak. Ezt nyilatkozta Bajnai, hogy a csomag a verseny semlegesség miatt nem tehet különbséget a hazai és külföldi tulajdonú pénzintézetek között. Verseny semlegesség miatt, így szegény OTP is belekerült. A írásban a 200 milliárd forintos szabadoló tőke meglétét szabták ma A CIB nem tartott igényt eleve erre a tőke juttatásra, az MKB később nyilatkozik, az OTP pedig a szektor iránti bizalom erősítésére alkalmasnak nevezte a csomagot, szóval ők örömmel tették zsebre másnak a pénzét. Ez az intézet szerint a tervezetben szereplő... 600 milliárd forint komoly stabilizáló erőt jelenthet a magyar bankszektor így az OTP számára is. Nagy kérek meg mindenkit arra, hogy ha hasznosnak találtátok a videónkat és értékesnek, akkor támogassátok munkánkat, illetve osszátok meg ezeket a linkeket, a közösségi média oldalakon lájkoljátok a videókat, az is nagy segítség. A legegyszerűbb egyébként, hogyha feliratkoztok a prémium csomagunkra, hiszen akkor extra videókat láthattok, és mégis segítitek a munkánkat. Mindössze 2990 forint havonta. Köszönjük mindenkinek a hozzájárulást, azzal fejezném be ezt a videót, hogy 9,7 millió főből dolgozik 4,7 millió fő, és 2,4 millió fő nyugdíjas, aki állandó ellátásban részesül, amit csak egyszerűen lehetetlen fenntartani. Főleg úgy, hogy a lakosság öregszik, a népesség fogy, egyre kevesebb a fiatal, az is megy külföldre. Nincs, aki dolgozzon, nincs, aki értéket teremtsen. Különösen nem úgy, hogy mindenki... Az aktákat akar tologatni valamilyen irodában, meg menedzser akar lenni, meg kriptovaluta kereskedő, meg YouTube-on játszani szeretne pénzért. A másik oldalon a nőknél meg műkörmös, meg fodrász akar lenni mindenki. Meg színésznő, meg énekes, meg ezek a limlom dolgok. Ezért jutott oda a világ, ahova jutott. Ha nem akarunk dolgozni, csak pénzt szeretnénk, azt nem lehet megvalósítani. Az összegek, amik itt elhangzottak, ezek mind fiktív összegek, nem léteznek ezek a pénzek. Az egész Föld nem termel annyi értéket egy évben, hogy ezt meg lehessen csinálni. A pénzügyi rendszer az egy hatalmas emelem művelet, egy piramis játék, magyarul, ahol nem létező összegek cserélnek gazdát, és egymásnak adják a pénzintézetek ezt a nem létező összeget, az országok, a bankok, stb és azzal fizetik ki egymást. Ezt nem lehet fenntartani hosszú távon. 2008-ban összeomlott, össze fog omlani most is, de ez alkalommal ez az a vége. És aki nincs felkészülve erre, fizikálisan, mentálisan, spirituálisan, annak harangoztak. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, hamarosan találkozunk, addig is a legjobbakat, és halleluja!